következő készülék egy Casio XJA 130V. Ez egy lézer LED hibrid projektor, tehát nem simán LED fényforrással rendelkezik, hanem a kék színeket a géphez a lézer biztosítja, ezért sokkal jobb a fényereje és a képe, mint egy sima LED-es projektornak. RGB bemenettel és HDMI bemenettel rendelkezik, megvan a gyári Casio távirányítója. Jelenleg egy téli szürke napon vagyunk, nincsen besötétítve. Látható, hogy a képe így is megfelelően fényes, pedig le is van véve legkisebb fényerejű módba. Először megmutattam, hogy milyen hatalmas, kétszeres motoros zoom funkcióval rendelkezik, távirányítóval, természetesen. A vászon szélessége, amit látunk, 1,7 méter széles. És a fókusz is motoros, tehát nem kell a készülékhez oda menni, állítgatni. Itt látható, hogy Eco módban vagyunk. Három módban lehet kapcsolni a készüléket. Save, ez a legkisebb, Eco és Normál. Nyilván mindegyik nagyobb fokozatban nő a fényerő és a ventilátor sebesség is. A váltakozó színek a képen csak a kamera miatt vannak, a valóságban ez nem látható. A készülékben összesen 1448 üzemóra van, melyet a gyártó 20.000 órára ad meg. Tehát 10%-ánál sem jár a készülék. A kép az nagyon szép, éles. Egyetlen apróság, ami teljesen észrevehetetlen. Én is alig észleltem, nem tudom, hogy meg tudom-e mutatni. Itt oldalt, mintha egy nagyon-nagyon gyenge kis kék sáv lenne, de nem is látszik igazából. Viszont nem szeretnék semmit eltitkolni. Tehát, hogyha távolabbról nézem, ez csak közelről észrevető, akkor abszolút nem látszik. A készülék maga nagyon kicsi. Összesen 30 centiszer 21 cm, tehát mint egy A4-es lap, a vastagsága pedig 4 centi, tehát simán belefér a táskánkba, és összesen 2,5 kg, tehát könnyen szállítható, kompakt kis készülék, rengeteg üzemidővel.